cigizni, mert mint egy jó akvarellnél, és szükség van a szünetekre. Túl sokat beszélek, akkor a gyerekek fejében csak egy nagy zsezsegés marad. Amit mondtam az előbb, 10 percig beszéltem hozzájuk, az ragadjon meg a fejükben. És csak úgy fog megragadni a fejükben, most kijövök cigizni, és ők el tudnak még élni. Nem azért jövök ki, mert most vagyok, hanem mert érzem, hogy most nekik csöntre van szükség. Aztán visszamegyek, és megint nagyon-nagyon sokat fogok hozzájuk beszélni, mert igényem van sokat beszélni, meg látni, hogy mit csinálnak. De mindig beszélnék, akkor káosz lenne, összefolyna minden. Ahogy a sivatagi remeték elvonultak, el kell nekünk is vonulni a saját kis világunkban ilyen. Az igazi alkotó munka az magányos, szerintem. Ha majd felnőtt leszek és nagy leszek, akkor is ugyanezt szeretném csinálni. Minden nap hoz valami mást, valami újat. És az itt és mostban, az ember ezeket észreveszi, akkor ez örömmel teli. Tölti el. Örömmel teli nap. Ellenségünk a rutin. Nem szabad ugyanúgy csinálni, mint tegnap, és holnap nem szeretném úgy csinálni, mint ma.